Az Interreg Románia-Magyarország európai regionális alaptámogatásával december 1-én indult sikeres pályázat, vezető partnere a Nyíregyházi Józsa András Múzeum, kik már a 90-es évek végétől ápolnak szakmai kapcsolatokat és bonyolítottak közös projekteket a Szatmár-Németi Megyei Múzeummal. A konzorcium tagja lesz még a 18 hónap során a Csengeri Önkormányzat, a Geszterédi Aranyszabja Társaság, Tasnádváros és Vetés település. A határon átnyúló együttműködési programok kiemelt célfeladatának határozta meg mind az Európai Unió, illetve minden ország, aki csatlakozott hozzá, hogy a határon átnyúló kulturális együttműködéseket is megerősítse. Nagyon fontos, hogy az anyaországon túlélő magyarok számára is, ezen programon keresztül a magyar kulturális értékeket, örökséget tudjuk bemutatni, illetve az egyes intézmények a tapasztalatcsere mellett sikerül előállítani majd egy olyan adatbázist is, amelyen keresztül közösen tudják kutatni a határ ez oldalán, illetve túl is a fellelt kulturális örökségek leírásait. Így lesz közkincs a Józsa András Múzeum milliós gyűjteménye. Határon túl is elérhető nem csak kutatók, de az érdeklődők számára is. A digitális adatbázis kezeli majd a múzeum régészeti, történeti, néprajzi, képző és iparművészeti anyagát. Egy tervezett múzeum történeti tárlat egyik újszerű attrakciója a holopiramis kiállítás, de virtuális bemutatók is elérhetők majd a múzeum weboldalán. Készül oktatófilm és szerveznek nemzetközi szakmai konferenciát. Többek között az erdélyi középkori templomok kutatásáról is rendeznek majd fórumot. Régészeti oktatófilm és népszerűsítő kiadványok is a tervek között szerepelnek. Ásatást is fogunk ennek a pályázatnak keretében végezni. Az egyiket a romániai határ közében fekvő császló község határában. Ott egy császárkori temetőt szeretnénk megtalálni, illetve egy névvándorláskori temetőt. Ez azért lenne unikális, mert ebből a korszakból, arról a vidékről egyáltalán nem ismerünk temetkezéseket, ehhez kapcsolatban lesz egy régészeti tábor is, valamint lesz még egy ilyen tervásatás, ez pedig Geszteréd határában lesz, egy császárkori halom környezetét fogjuk megkutatni. A digitális kor múzeumi látogatójához új utak vezetnek, ezért keresik helyüket a múzeumok aktívan az információs társadalomban. Az értékek, tárgyak, információk, széleskörű elérése kiemelt feladat, melyhez 390.775 eurót biztosít a partnerek számára az uniós pályázat.